Sziasztok, Szenci Zsolt vagyok, üdvözlök mindenkit innen Tájföldről, éppen a Hello Világ vlog csatornáját nézitek, amerre itt, vagy éppen itt tudtok feliratkozni, legyetek szívesek, tegyétek meg. Itt vagyunk, mint mondottam már, a Tájöbölben, Tájföld egyik legszebb szigetének, Pocsangnak a területéről hajóztunk most el, és egy ilyen pár szigetet érintő, azt hiszem négy szigetet érintő kis snoris, szigetes, pancsolós napon veszünk részt, úgyhogy ezt fogjátok látni a közeljövőben, hogyha itt megnézitek a vlog további perceit. Már itt vagyunk Kocsangon, egyébként ez a sziget, ahol éppen állok, ez nem Kocsang, Kocsang az ott van a háttérben. Ugye Tájföld a második legnagyobb szigetéről beszélünk Phuket után, de tulajdonképpen az egyik legzöldebb szigetnek is nevezhetjük Kocsangot. Képzeljétek el, hogy a területének, ami körülbelül 270 négyzetkilométer, 70%-át még őserdő, dzsungel borítja. Ugye nagyon jó kis zöld szigetnek nevezhető, ugye a Ko az a szigetet jelenti, a Chang pedig az elefántot jelenti, tehát az elefántok szigete az ott, ami látható mögöttem. És hát Tájföld ezen részein is, ami a legjobb, az itteni homokban már is mutatom nektek. Látjátok, hogy a víz az gyönyörű szép mögöttünk, és fehér homokos a part, és nézzétek! Ezt hívjuk lisztfinomságunak. Látjátok, nem véletlenül itt van Tájföld legnagyobb vízi nemzeti parkja. Fantasztikusan gazdag élővilággal rendelkezik itt a tenger. Úgyhogy tök jó kis betekintést nyertünk közbe a egészbe, így, hogy megálltunk és sztoriztunk egyet. Megálltunk egy lakatlan szigeten, és mint látjátok, a sofőrök elkezdték elkészíteni a hamit, úgyhogy itt fogunk egy parádés környezetbe megebédelni, ezt fogjuk látni, amit éppen itt mögöttem láttok, úgyhogy ez egy garantáltan autentikus és jó táj gasztró élmény lesz. No hát, és Kocsangot egyébként az 1970-es években kezdték el betelepíteni. Akkor jöttek az első telepesek, nyilván volt már előtte is élet, de amúgy egy ilyen abszolút természetes sziget volt. Úgyhogy onnantól kezdődik, aztán a 2000-es években, amikor már Phuket és Koh Samui nagyon-nagyon zsúfolt volt, nagyon-nagyon zajos volt, akkor elkezdték felfedezni a turisták. Tehát, mint látjátok, olyan nagy tömeg még most sincs a mai napig, úgyhogy Kocsangon még igazán lehet élvezni azt, amiben régen beleszerettek a Tájföldre látogatók, úgyhogy gyertek, nézzétek meg velem Kocsangot, hogyha utaznátok, akkor itt alul megtaláljátok a linket, hogy hogy tudtok ide eljutni. Igen, igen, jól látjátok, egy újabb privát beach-et foglalunk el csak saját magunknak, úgyhogy élvezzük az életet itt Tájföldön. Srácok, ami mögöttem van, az a valóság. Így néz ki, ilyen színe van a víznek itt Kocsangon. Hát... Megkérdezzük a törzs feliratkozót, a törzs nézőt, akivel itt vagyunk Kocsangon. Hogy érzed magad, milyen itt a víz? Fantasztikusan, a víz szuper, minden nagyon jó. Kicsit más, mint Krabi, nem? Igen. Tehát nincsenek azok a mészkő sziklák, mészkőhegyek, ami Réli Beach-en. Videót azt fönn meg tudjátok nézni, ez egy sokkal zöldebb talán. Így ez van. A terület. Uh-huh.
meg nagyon kevés az ember, aminek mi nagyon-nagyon örülünk. Örülünk, így van. Sok kicsi kínai, egy kupattal van, de... De ennyi. Elviselhető. Jó, most látszok, megyünk tovább. Ha eljöttök Tájföldre, akkor egy gyerekkori álmotokat is tudjátok teljesíteni. Ami azt jelenti, hogy ha néztétek ti is a Baywatchot, ahogy David Hasselhoff futott, na most hát itt azt azért lehet reprodukálni rendesen a fehér homokos parton, már csak a piros bikinis lányok hiányoznak, ugye? Hogy lehetne egy nagyon klassz napot megkoronázni? Hát úgy, hogy bejövünk a pici elefántokkal oda, és megmosdatjuk, illetve fürdünk velük. Úgyhogy gyertek, nézzétek meg ezeket a remek pillanatokat. Ezek a pici elefántok 4 kötőjel 6 évesek, és nagyon élvezik, hogy lejöhetnek egy kicsit a vízbe hűsölni, bár a víz az nagyon meleg, viszont ezt a kis játék nekik is kell, abszolút így barátságosan fürdőzünk a vízbe, játszunk az elefántokkal, úgyhogy nagyon-nagyon élvezik ezt ők is, és közben vizesek lesznek, és ők is lehűlnek egy picit. Szóval ilyen dolgok várnak rátok, hogyha eljöttek a Thaiföld Kambodzsa kaland kirándulásra, melynek a linkjét itt alul megtaláljátok. Iratkozzon fel mindenki! Mindenki! Eljött a búcsú pillanata, búcsúzunk innen a földi paradicsomból, hogyha tetszett az a rész, akkor legyetek szívesek, iratkozzatok fel a csatornára, amit itt vagy itt tehettek meg, dobjatok egy lájkot, kicsit pörgessük már fel azt a komment szekciót, úgyhogy írjatok kommentet, illetve osszátok meg légy szíves az ismerősökkel a vlog létezését, nekem ezzel segítetek a legtöbbet, hogyha minél több emberhez eljutunk. Köszönöm szépen, találkozunk a folytatásban, sziasztok!